Kerub sorozat 13. előadás. Ív fény. Eljutottunk odáig, hogy láthatjuk a sátán hatalma, melyet az ember és az univerzum fölött gyakorol, az ember bűnéből ered. Azt is láthatjuk, hogy Jézus Krisztus győztes forradalmat hajtott végre a sátán diktatúrája ellen, a szeretet forradalmát. Amikor a kereszten kínhalált halt, hogy tökéletes engedelmességgel hódoljon a mennyei atyának, és az Isten szeretet elveszített életébe újból belevonja a halálra ítélt emberiséget. Mi magunk pedig, ha hittel befogadjuk a megfeszített és föltámadt Jézus húsvéti misztériumát, kiszabadulhatunk a sátán diktatúrájából, és átmehetünk Isten dicsőséges országába. Még mindig hátra marad azonban a kínzó kérdés. Miért engedte a mindenható Isten, hogy a sötétség hatalma ennyi szenvedést okozzon, és pedig nem csak a bűnösöknek, hanem az ártatlanoknak is? Miért engedte, hogy azok is szenvedjenek, akiket csak Ádám bűne sújtott? Személyes bűnt soha nem követtek el. Teszem azt a kisgyerekek. Sokan felelik erre, hogy a rossz szükségszerű ellenpólusa a jónak. Nincsen rózsa tövis nélkül. Ha a jó létezik, a rossznak is léteznie kell. Láttuk azonban, hogy ezt a dualista világszemléletet a Biblia elutasítja, és bátor létoptimizmust vall, amely kimeri mondani, hogy a jó az elsődleges és abszolút, a rossz pedig csak másodlagos és alárendelt szerepet játszik. Más szóval, a menny, ahol nincs rossz, nem üres és nem unalmas. Mint Nemes Nagy Ágnes kis verse mondja, hogy a csak jó, se hal, se hús, én nem vagyok Mamiseus, az örök üdvösséget én nem unnám. Ám ha ez így van, a bibliai felfogásnak válaszolnia kell arra a kérdésre, hogyha egyszer a rossznak nincs szükségszerű szerepe, miért nem ajándékozott meg bennünket Isten egy zavartalanul harmonikus világgal? Az első választ már kifejtettük. Isten jó. A teremtés eredetileg jó. A rossz nem létező, hanem hiány. Isten pedig igenis fölajánlott nekünk egy zavartalanul harmonikus létformát, az eredeti szentség és igazság állapotát, és csak szabadságunk perverziója a bűn eredményezte a harmónia elveszítését, a kiüzetést a paradicsomból. Ez a válasz tökéletesen helyes és igaz, ugyanakkor mégsem teljesen elégséges és megnyugtató. A Szahalin-szigeti földrengés alkalmából elszakadtak a gázvezetékek, és az összeomlott házak tűzvész martalékai lettek. Egy kisfiút élve fogva tartotta leszakadt tetőszerkezet, miközben elérte a láng. Apu, égek! Jaj, apu, szabadíts ki! Emeld le rólam a tetőt, hiszen te erős vagy! Az apa ott volt, de nem tudott segíteni. Simogatta és csókolgatta a kisfiú kilátszó fejét. Ne félj, kisfiam, nem fáj már sokáig! És tehetetlenül végignézte a gyermek kínhalálát. Utána maga elé bámulva, hosszú ideig félőrülten ismételgette, ugye kisfiam, nem fáj már. Meg lehet-e nyugtatni ezt az apát azzal, hogy gyermekének azért kellett ártatlanul szenvednie, mert az ő szülők ettek a jó és rossz tudásának fájáról? Ugye érezzük, hogy itt még további magyarázat szükséges. Az Ószövetségben Jób könyve kérdez mélyebb válasz után. Jobbnak mindenki azt bizonygatja, hogy bűne miatt kell szenvednie. Jobb azonban, persze csak a tanmese kedvéért, teljesen igaz életű, nem követett el semmiféle bűnt, és ki is tart amellett, hogy ártatlanul szenved. Isten Jobbnak ad igazat, valóban ártatlanul kellett szenvednie. Hogy miért, az a kifürkészhetetlen Isten titka. Jobb megnyugszik Isten felfoghatatlan misztériumában, megsemmisült teremtője előtt,
elhallgat, szájára teszi a kezét. Ám az üdvtörténet folyamán akadt valaki, aki nem hallgatott el a kérdésre, Éli, Éli, Lamma, Istenem, Istenem, miért? Jézus az emberiség képviseletében magára vette az ártatlanul szenvedő Jób kérdését, nem hallgatott el vele a keresztet. Ő az egyetlen, akinek joga volt ehhez. És kapott választ. Isten válasza a föltámadás. Ezért. A húsvéti misztériumban derül ki, hogy mi volt valójában a sátán szerepe a teremtésben. Alárendelt szerep az. A sátán nem egyenrangú ellenfél, hanem eszköz. Annak eszköze, hogy Isten a Szent Háromság dialektikáját az ellentétek játékában, a bűn és a kegyelem dialektikájában nyilvánítsa ki az ember számára. Nem szükségszerűen, mintha tartozott volna vele nekünk, vagy akár tartozott volna vele önmagának, hanem kizárólag szabad tetszéséből. Isten a teremtésben remek művet alkotott, és amikor engedte megtörténni az angyalok és az emberek bűnét, remek művét a paradoxon művészi eszközével, a feloldott diszharmóniák hullámverésével fokozta még sokkal szebbé, mint amilyen enélkül lett volna. A dualizmusnak nincs igaza. A negatív pólus nem szükségszerű eleme a létnek. Szó sincs arról, hogy a sátán vinne fantáziát a létezésbe. A teremtő, mint minden művét, jónak alkotta meg őt, és ő megtehette volna, hogy Isten dicsőséges angyalaként szolgálja az isteni fantázia gazdagságának és termékenységének kinyilvánítását a teremtésben. Ő a lázadás sivár és fantáziatlan útját választotta, de ezzel mégse tette szegényebbé a létet, mert így döbbenetes módon nyilvánulhat meg Isten alázata és dicsősége, a fiú különbözése az atyától és mégis egysége az atyával, az új teremtés erőinek dübörgése a pokolra szállás mélységeiben, ott, ahol a tűzhalált szenvedett Szahalin-szigeti kisfiú találkozott a föltámadt Jézussal, belépett a Szent Háromság gyönyörű dialektikájába, és azt mondta, most már mindent értek, és mindenért boldogan hálát adok. Isten egyszerűen eszközül használta ebben a gonoszt, mert a teremtés nagy sakjátszmájában a sötét bábokkal is Isten játszik, és egyedül ő lehet a győztes. Ez az isteni mű a szeretet remek műve. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mintha valaki életét adja barátaiért. János evangéliuma 15. fejezet 13. vers. A paradicsomban, ahol nem lett volna halál, egyszerűen nem lett volna lehetséges a szeretetnek ez a fokozhatatlan megvalósulása, Jézus keresztáldozata. Isten szeretete nem lett volna kisebb, hiszen az végtelen, de nem tudott volna úgy megnyilvánulni, mint ahogy ez történt a bűn és a sátán által megrontott világban. A diszharmónia feloldása pedig a feltámadás. A szeretet győz. A szeretet újjáalkotja az ember, a történelem végén pedig a szeretet új eget és új földet teremt. De még egy lépéssel tovább kell mennünk, a föltámadás elvont fogalma kevés. A fájó kérdéseit kiáltó emberi szív számára nem csupán Jézus föltámadásának eseménye a válasz, hanem a föltámadt Jézus személye. Maga a második isteni személy, az az isteni igen, amely megsemmisíti a sátáni tagadás erejét. Az igen valósult meg benne. Olvassuk a második korintusi levél első fejezetében, a 19. és 20. versekben, az igen valósult meg benne, mert ahány ígérete van Istennek, mind igen lett ő benne. A föltámadt Jézus testén viseli a keresztre feszítés sebeit. Lásd János 20-27. A bárány, mint egy megölve áll Isten trónja előtt.
Jelenések 5-6. Jézus személye magában hordja a sátán hatalmának megnyilvánulását, az elszenvedett halált, a nem törvényét, de föloldja azt az igen hatalmasabb törvényében, a föltámadás dicsőségében. Ezért ő maga a megoldás, ő maga Isten válasza számunkra, ő maga a sátán fölött aratott győzelem. Őt magát kell befogadnunk, hogy ne reménytelenül álljunk szemben a gonoszság titkával, a bűnnel, a halállal és a szenvedéssel, hogy győztesek lehessünk. Győzelmünkről nagy dolgokat mond a Szentírás. Isten, aki gazdag az irgalmasságban, igen nagy szeretetéből, melyel szeretett minket, noha bűneink miatt halottak voltunk, Krisztussal együtt életre keltett, az ő kegyelméből üdvözültetek, vele együtt feltámasztott, és az égiek közé helyezett el Jézus Krisztus által. Olvassuk az Efezusi Levél 2. fejezetének 4-től a 6. versig terjedő részében. Vagyis már földi életünkben részesülünk a föltámadt Krisztus dicsőségében. Nem csoda, hogy hatalmunk van a sátán és angyalai fölött. Íme hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, s minden ellenséges hatalmon, és semmi sem fog áttani nektek. Mondja Jézus Lukács evangélium a 10. fejezetének 19. versében. Sőt, az idők végén, mint az 1. korintusi levél 6. fejezetének 3. verse mondja, angyalok fölött fogunk ítélkezni, és a lelkek megkülönböztetésével, diakrisis pneumaton, amiről 1. korintusi levél 12.10 beszél, már a földön gyakoroljuk ezt a feladatot. Erről szól diakrisis című verse. Ha megmozdul a szél, ha a lombok borzongva borzolódnak, csak várakozz, ne félj, ne is szavaj, más sora van a szónak. Ha meghallod a tábolt, s bizarr színekben játszanak a felhők, figyelmed mélyre tájold, belülről lesd a közeledő erdőt. Az álmos szörnyeteg megrázza magát, fújva készülődik. Te foglyul ejtheted, sziklát rakhatsz rá mind a végidőkig. Hajnalon, alkonyon, te uralkodsz a földgolyó futásán, mert tank vagy és torony, és látásodra megbillen a sátán. Mondani valóm lényege itt az, hogy van képességünk felismerni a démon közelségét, és van hatalmunk ellenállni neki. Egy pillanatra azonban, hallgatóim engedelmével, tudathasadásba megyek át. A teológus korrigálja a költőt. Az a sor, hogy sziklát rakhatsz rá mind a végidőkig, erős lírai túlzást tartalmaz. Már láttuk, hogy Isten terve szerint a gonosznak van hatalma az utolsó ítéletig, vagyis teljesen és végleg nem tudunk megbénítani egyetlen démont sem. Viszont el tudjuk űzni egy adott területről. Tudathasadás lezárva. Ezzel a figyelmeztetéssel a vers használható, Isten nem bizonytalan, szorongó, nyavajgó, sopánkodó keresztényeket akar, hanem olyanokat, akik képesek knockoutolni a sátát. Elbizakodnunk nem kell, a mi erőnk nem a magunké, az erő Jézusé. Nekem adatott minden hatalom a mennyben és a földön. Máté 28.18. Már nyilvános fellépése kezdetén is feltűnt hallgatóinak, hogy úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írás tudok. Márk 1.22. Ez a hatalom egész sajátosan megnyilvánult a démonok kiűzésében. Még a tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki. Márk 1.27. Jézus ezt a karizmatikus hatalmat
attól kezdve gyakorolta, hogy a Jordán folyónál a Szentlélek kenetét vette. Apostolok cselekedetei 10. fejezet, 37-től 38. versig idézem, tudjátok, mi történt Galileától kezdve egész Júdeában, a János által hirdetett keresztség után, hogy miképpen kente föl Isten Szentlélekkel és erővel a Názáretből való Jézus, aki körüljárt, jót tett, és meggyógyította mindazokat, akiket az ördög a hatalmába kerített, mert az Isten vele volt. Isten Szentlélekkel és erővel kente föl Jézust, ahogy hallottuk. A démonok kiűzésének hatalma a Szentléleknek tulajdonítható. Máté 12.28. Ha én az Isten lelke által űzöm ki az ördögöket, akkor elérkezett hozzátok az Isten országa. Jézus tehát azért tudott hatalmat adni tanítványainak a démonokkal szemben, mert a Szentlélek keretét birtokolta. Halála és föltámadása után ugyanezt a keretet továbbadta egész egyházának. János 14. fejezet, 16. és 17. vers, kérni fogom az atyát és más vigasztalót, szószólót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja és nem ismeri őt, de ti megismeritek őt, mert nálatok marad és bennetek lesz. Pünköstkor ez az ígéret beteljesedett. Mindnyájan beteltek Szentlélekkel, mondja az apostolok cselekedetei 2. fejezetének 4. verse. Ez olyan privilégium, amely az új szövetségben mindenkinek kiáll. Férfiaknak és nőknek, fiataloknak és öregeknek, szabadoknak és rabszolgáknak egyaránt, ahogy a cselekedetek könyvének 2. fejezetében a 17. és 18. vers értelmezi Joel próféta segítségével. Péter mindenkinek fölajánlja ezt a privilégiumot pünkösdi beszédében. Tartsatok bűnbánatot, és mindegyiktek keresztelkedjék meg Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, akkor megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Apostolok cselekedetei 2. fejezet 38. vers. Az ember nagy kérdésére, a szenvedés miértjére adott válasz, mint láttuk végeredményben nem elméleti, hanem egzisztenciális. Nem valamilyen elvont tanítás a föltámadásról, hanem maga a föltámadt Jézus. Hogy ezt a választ hasznosítani, átélni, megtört szívű embertársainknak továbbítani tudjuk, Jézusnak egzisztenciális tapasztalattá kell lennie bennünk. Ezt a természet fölötti megtapasztalást mi magunk nem tudjuk produkálni. A Szentlélek hozza létre bennünk. Ahhoz, hogy eredményesen szembeszálljunk a sátán hatalmával, szükségünk van a Szentlélek kenetére. Barátom, akarod ismerni a választ a nagy miértre? Nem csak fogalmilag, hanem egész lényeddel? És mások számára is tovább adhatóan? Akkor kérd az Urat, hogy töltsön el szent lelkével. A keresztség és bérmálás szentségére, amennyiben még nem kaptad meg ezeket, föl kell készülned. Ez időt igényel. De már most is kérheted a szent lelket, hiszen Kornéliuszra és társaira is kiáradt, már a szentségek felvétele előtt, ahogy az apostolok cselekedeteiben olvassuk a 10. fejezet 44. versében. Ha pedig már megkaptad a szentségeket, szítsd fel magadban Isten kegyelmét, ahogy a 2. Timóteus levél 1. fejezetének 6. versében olvassuk. Erre a célra is fogalmaztam egy imát. Ha akarod, most velem együtt elimádkozhatod. Készülj föl, és ha óhajtod a Szentlélek kiáradását, mondd velem a következőt. Uram Jézus Krisztus, tied vagyok, neked akarok élni. Ellene mondok a sátánnak,
minden cselekedetének és minden csábításának. Kereszthalálod és föltámadásod erejével védj teljesen birtokodba engem, és kérlek áraszt ki rám szent lelkedet, az igazság és a szeretet lelkét, a tanúság és az erő lelkét. Add meg nekem lelked adományait, amelyekkel tanúskodni tudok rólad az emberek előtt, és szembe tudok szállni a gyűlölet és hazugság hatalmával. Hálát adok neked, mert meghallgatsz engem. Dicsőítelek téged, mert te vagy az út, az igazság és az élet. És imádlak téged, mert te vagy a mindenség ura. Szent Isten, erős Isten, halhatatlan Isten, Atya, Fiú és Szentlélek, egy és oszthatatlan Szent Háromság, áldalak és magasztallak téged mindörökké. Ha így, vagy hasonló módon imádkoztál, fenntartás nélkül hiheted, hogy Jézus meghallgatott, és valóban elnyerted a Szent Lelket, hiszen ő megígérte, hogy az ilyen ima meghallgatásra talál, Lukács 11.13. Nem biztos, hogy ezt azonnal tapasztalod is, de előbb-utóbb kétségtelenül tapasztalattá is lesz a lélek működése benned, szeretetté, örömmé, békességé. Leginkább azzal segítheted ezt elő, hogy a lélek hívása után folytatod Isten dicsőítését, ha lehet hangosan. Kis boldog dal című versemet azután írtam, hogy a Szentlélek ereje átütött rajtam, mint az ívfény. Füstként úszom utánad, mondlak a fűnek, a fának, mondlak a földnek, az égnek, nyelvemen énekek égnek, tandarabú, tandarabú, tandarabarabarabú. Lelkem tördeli láncát, új ez az égi vidámság, szent vihar áldjon az ajkam, csordul a szív a viharban, tandarabú, tandarabú, tandarabarabarabú. Meghalt lényem a régi, jó nekem érted elégni, szép tüzed arcomon áték, jó ez az isteni játék, tandarabú, tandarabú, tandarabarabarabú. Gyermek lettem a tűzben, jó uram, ördögöt űztem, már magamat sose féltem, szállok a reggeli szélben, tandarabú, tandarabú, tandarabarabarabú. Naív vers, de szeretem, mert a megváltás megtapasztalásáról tanúskodik. A jó hír igaz, a nyavajgó keresztény nem keresztény. A hívő szíve már a mennyben van otthon, ahol nincs többé hatalma a rossznak. Kovács Gábort hallották.